A Biblia fordítás exegetikai kéréseiről szeretnék beszélni, és hát ez amiatt is merült föl, hogy én beszéljek erről, mert hogy Bibliák szerkesztésével, kiadásával foglalkozom egyébként. Az egyik szolgálati területem az ez. És hát én igazából azzal szeretném kezdeni, hogy a Biblia fordítás a szükség szerint exegézis. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, lássuk, és jó volt a textusválasztás, bár nem beszéltünk össze. Tehát amikor elkezdjük fordítani a Bibliát, már akkor is szükség szerint exegetálnunk kell, nem csak azért, mert vannak lábjegyzetek, amik az ige az igét magyarázza és ide-oda kapcsolódik, hanem egyébként is nagyon fontos. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, amikor erről a témáról beszélünk, hogy a Biblia fordítással kezdődik az exegézis. Tehát amikor készülök egy prédikációra, vagy arról, hogy Isten igéről tanúságot tegyek, vagy egyáltalán azt tanulmányozom, akkor az mindig a Biblia fordítással kezdődik, hiszen egy Biblia fordítást tartok a kezemben, bár, és ez még akkor is igaz, hogyha az eredeti, mondjuk Biblia Stuttgart-enziát, mert az is már, majd erről fogok beszélni, lényegében egyfajta exegézis, tehát döntéseket kell hozni, hogy hogyan és mit írok oda, vagy akár az Új Szövetséget tartom így a kezembe. Tehát lényegében az exegézisem az már előkészül azzal, hogy Biblia fordítás, még akkor is, hogyha egyébként teológusként megnézem az eredeti szöveget, nem csak egy adott fordítás, vagy több fordítást nézek. Három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt először is arról, hogy milyen a jó fordítás, aztán arról, hogy milyen kihívások vannak a Biblia fordítás során, és milyen gyakorlati hiba lehetőségek vannak a Biblia értelmezésében, ez az utolsó pont, amiről szeretnék beszélni. Hát milyen a jó fordítás? Először is a jó fordítás az exegézis és nem ejzegézis. Nyilván egy jó igehirdetés is ilyen. Ugye az exegézis és az ejzegézis között az a különbség. Az exegézis az azt jelenti, hogy kibontani azt, amit a szöveg természeténél fogva jelent. Az ejzegézis az pedig azt jelenti, hogy ráerőltetek a szövegre egy előre megfogalmazott idegen jelentést, és azt próbálom, tehát ilyen alibi prédikációt tartok, alibi textussal, szeretnék valamit elmondani, ahhoz keresek egy jó bibliai textust, és akkor elmondom, amit szeretnék gondolni. Ugye ez nem az. Hát a fordításra is igaz, ugyanúgy, ahogy hasonlít a jó prédikációra is ebben, hogy mindenképpen exegézisnek kell lenni, és nem ejzegézisnek. Aztán a jó fordítás, az hiteles az eredeti szöveggel, és ez olyan szempontból is, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy magát a szövegnek a hangulatát is idézze meg. Tehát azt lehessen látni, hogy most ott miről van szó, és ebben is hiteles legyen. A jó fordító éppen ezért ahhoz, hogy valaki jó bibliafordító lehessen, ismernie kell először is, és figyelembe kell vennie folyamatosan a Biblia világát. Tehát annál jobb, és ebben mindig képződik az ember, amikor Biblia fordításra adja a fejét, és kell is, hogy gyakorolja magát, ugyanúgy, mint jó pap holtig tanul, ez a Biblia fordításnál is így van, ismerni kell ezt a világot. Aztán ismerni kell, és figyelembe kell venni a saját korunkat és kultúránkat, ez nagyon fontos dolog. Tehát ez is, ebben is hasonlít a prédikációhoz, a jó prédikációhoz, hogy egy hídépítés tulajdonképpen a Biblia világa és a mai világ között, hogy minél több mindent oda tudjunk tenni. Hát a jó fordítás, az viszont alázatos, még azt is el tudjuk mondani, alázatos az eredeti szöveggel szemben. Tehát azt jelenti, hogy alázatos, hogy egyrészt nem prekoncepciók mentén születik, tehát nem egy teológiai látást akar kiszolgálni, hanem Isten igéjét tolmácsolni. Ismerünk ilyen bibliafordításokat, amik teológiai prekoncepciók mentén születnek, és próbálják beleerőltetni bizonyos látásokat. Ezek nem jó fordítások, mert nem alázatosak az eredeti szöveggel szemben. Aztán nem mond többet, mint ami az eredeti szövegben van. Tehát a jó bibliafordítás, és itt viszont elválik a prédikációtól, nem ige magyarázat. Nem az a célja a jó fordításnak, hogy ige magyarázat legyen, hanem annyit mond, amennyi abban a szövegben van. De ugyanakkor nem is mond kevesebbet. Ez is nagyon fontos dolog. Nem hagy ki csak azért, hogy rövidítsünk, és bizonyos dolgok, hát ez nem annyira lényeges. Nem egyszerűsít úgy, hogy közben megcsonkít. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És végül pedig a jó fordítás az érthető. Hát ez ugye nagyon fontos dolog, hogy ha már leírunk valamit, akkor azt értsék.
Milyen kihívások vannak, hogyha ezt most megnéztük, hogy milyen a Biblia fordítás? Nagyon fontos dolog, hogy látnunk kell, az alapvetően a nyelv az egy kihívás, amikor Bibliát akarunk fordítani. A nyelv az a kultúrának a közvetítője, és az eltérő kultúrákból többféle ilyen kihívás ered. Az egyik ilyen kihívás, amire nem szoktunk gondolkodni, hogy a nyelveknek eltérő szókészlete van. Tehát a Google fordító azért sem működik jól, mert megpróbálja ugyanazt lefordítani, és néha elég vicces dolgok jönnek. Tehát, hogyha minden szót, ami abban a szövegben van, megfeleltetek egy magyar megfelelőnek, akkor abból nem születik jó fordítás. Tehát, mert a különböző nyelvek, azok nem ugyanazokat a szavakat használják, tehát amikor egy angol azt mondja mondjuk, hogy yes, akkor az nem egészen azt jelenti, hogy igen. Az esetek 99%-ában ezt jelenti, de van még egy ilyen egyszerű szónál is egy olyan kulturális többletjelentés, amit nem tudok visszaadni. És ez magyarul is így van, sőt egyébként, hogyha tovább megyünk, még családjainknak is vannak szubkultúrái. Ezt nagyon érdekes akkor lehet megtapasztalni, amikor az ember megnősül vagy férjhez megy, és akkor meg kell tanulni a másik családnak ezt a szubkultúrának a nyelvét, mert a nyelv az mindig egy adott kultúrát, egy kis közösségnek vagy egy nagyobb közösségnek a kultúráját adja tovább. Hát a Bibliából, hogy egy példát hozzak, az egyik sok példát lehetne, de akkor tényleg három napos konferenciát tartanánk erről, és akkor mindent elmondanék. Úgyhogy csak egyet szeretnék idehozni most nektek. Az igazságnak fordított szó például az Új Szövetségben, ugye két szót is általában ennek fordítunk, hogyha megnézzük az Új Szövetséget, ez a dikaioszűné és az aléteia. Ugye a két görög kifejezés, kicsit más takarnak, és ez egyébként teológiailag is ennek egy nagyon fontos jelentősége van, de a Biblia fordításokból ez részben eltűnik, és csak nagyon-nagyon körülményesen lehet ezt körülírni, hogy ez hogyan legyen. Ugye a dikaioszűné az a törvény, illetve jog jelentési dikaió görög szóból származik, és ennek megfelelően annak az értelemben fejezi ki az igazságot, hogy az jogos, jogszerű, méltányos, helyes és igazságos. Ilyen értelemben igaz ember az Isten akaratának megfelelően él, és maradéktalanul betölti az Isten jogrendet, ezért a dikaioszűné egyébként a megigazulásnak az alapszava, azaz, hogy Isten bennünket Jézusért igaznak fogad el, ebbe a helyettes áldozathoz is kapcsolódik, ennek az alapkifejezése. Az Új Szövetségben ez a szó 92-szer fordul elő, legtöbbször, és ez lényeges dolog, Máté evangéliumában és római levélben találkozhatunk vele. Nem véletlen, hogy Luther Márton a megigazulásnak a teológiáját azt a római levélben találja meg, és ő jól értette a görög szöveget. A másik ilyen szó ugye az aléteja, amit már mondtam, ez szó szerint azt jelenti nem elrejtett, felfedett, megmutatkozott. Ez a fogalom kifejezi valamely információnak az igaz voltát, vagy azt, hogy az állítás megfelel a valóságnak, illetve hogy valamilyen elrejtett dolog nyilvánvalóvá válik. Tehát ilyen értelemben igazság, azaz valóság. Az Új Szövetségben 109-szer fordul elő, leggyakrabban János evangéliumában és János leveleiben, aki erről beszél, hogy Jézus a valóság, egy teljesen más valóság az, ami született, egy új valóságról beszél. Hát ez nagyon nehéz, egy kihívás, hogy hogyan fordítom magyarra, mert magyarul ezt a két fogalmat, az igazság szavunk az mind a két oldalról lefedi. Aztán a nyelveknek sajátosságai is vannak. Nem sorolnám föl a sokféle sajátosságot, de például egyik, ami a magyar nyelv és a többi nyelvben nagyon eltér, az, hogy a görög nyelv például vagy használ nemeket, vagy a héber nyelv is, és ebből vannak különbségek. Ez nem fog látszódni, de kitolok veletek, mert mindjárt megmutatom nektek, hogy mit is akartam. Itt talán jobban látszik. Az énekek énekének az eleje, az új Bibliánknak a képét látjátok. Itt fölül lehet látni a fejlészből, hogy milyen könyvek jönnek, illetve alul van egy kronológia a Bibliának majd az aljába. De például ezt, hogy nemek lennek az énekek énekét, hogyha így egybe olvasom, akkor nem derül ki belőle, hogy mikor ki beszél. A héber eredeti szövegből tudom, hogy mikor ki beszél. Tehát három beszélője van az énekek énekének. Van, amikor a mennyasszony beszél, van, amikor a vőlegény beszél, és van, amikor mások beszélnek. Tehát vannak ilyen a barátok, és stb. Stb. Na most ez ugye teljesen eltűnik, hogyha nincsen ott. Hát ezt úgy oldottuk meg,
hogy itt föl van írva, hogy most a mennyasszony beszél, aztán beszélnek mások, aztán a vőlegény beszél. Tehát ez is például egy kihívás, hogy hogyan tudom egy biblia fordításba beletenni. Nyilván ez csak ilyen kis címekkel lehet a magyar nyelvbe ezt továbbadni. Aztán a következő kihívás az az, hogy a nyelveknek eltérő a mondat szerkezete. Nagyon sokszor vannak ilyen hebraizmusok, és egyébként ez az új szövetségben is nagyon jól megfigyelhető. De nagyon sok olyan bevett szófordulat van, aminek héber eredete van, és úgy van annak jelentősége, és egy sajátos héber gondolkodást hoz elő. Nyilván ez egy kihívás, hogy húzom meg a határt, hogy lesz, hát ez már teljesen magyartalan így mondani. Például, hogy az Ószövetségből mondjak egy példát, ugye a héber az egy nagyon képes nyelv, és nagyon sok ilyen jópofa kifejezés van. Hát mi benne hagytuk az Ószövetségbe ezt, hogy feltűrte szent karját az Úr. Feltűrte, tehát ez egy ilyen tipikus ilyen hebraizmus lényegében. De azt gondolom, hogy nagyon benne van az a kifejezés, ugye népe szabadítására feltűri szent karját az Úr. Hát ez egy furcsa kép, de az eredeti szövegben ebbe ez van benne. De magyarul is értjük azt talán, hogy hát így föltűrte a karját, és teki gyűrközött ennek a szabadításnak. Ez például egy olyan dolog, ami kihívásként jelentkezik. Aztán vannak meghonosodott kifejezések egy adott nyelvben, amiken nagyon nehéz változtatni, és bármennyire is szeretnénk, nehéz úgy fordítani. Például, hogy egy példát mondjak, Keresztelő János, az ugye szó szerint Bemerítő Jánosnak kéne, volt is ilyen csia fordítás, ami próbált ezt erőltetni, nem válik népszerűvé, mert egyszerűen idegen attól, ahogy mi gondolkodunk erről. Egyébként sok esetben a lélek-szellem kifejezésnek is az átvétele az sokszor ilyen. Tehát, hogy azért nem lehet olyan egyszerűen, mert ezek magyarul nem egészen ugyanazt jelentik, de ez csak az egyik oka, hogy mi miért ragaszkodunk a hagyományos dologhoz a mi fordításunkban. Aztán szójátékok is találhatók a Bibliában, amiket szintén nagyon nehéz visszaadni, és ezeket is csak ilyen lábjegyzetekkel lehet. Itt is lesz egy ilyen képem. Mikás próféta könyve az Ószövetségből, hogy hozzak nektek egy példát. Mikás próféta könyve, nem tudom, láttátok-e már az elején, hogy ilyen furcsán kezdődik, ilyen érdekes dolgok vannak benne, hogy Bétafrában porban henteregjetek, költözzel Záfír lakója, gyalázatban mesztelenül, akkor mond ilyeneket is, hogy Akcib házai megcsalják Izrael királyait, vagy Lákis lakója, gyors paripát fogj be harci szekerébe, Lákis lakója. Ezek mind-mind az eredeti héber szövegben jelentenek valamit. Tehát például ez, amit itt említettem, ez a Bét Afra, ez azt jelenti, hogy a porháza, vagy a porvárosa. Tehát amikor Mikás, itt mondom, nem tudjuk, hogy hol vannak ezek a városok nagyrészt. Gátot azt például tudjuk, hogy hol van, de hogy hol voltak ezek. Hogy ő most kifacsart városneveket azért, hogy meglegyen a szójátéka, vagy tényleg ezek megvoltak, az biztos, hogy felhasználja az asszírok által elfoglalt városokat arra, hogy figyelmeztesse Izraelt a közelgő veszélyre. És ehhez szójátékokat gyárt folyamatosan, amiket, hogyha így elolvasunk a szövegbe, ez így tök hülyeség, mi az, hogy porban henteregettek, vagy mit is akar mondani, teljesen érthetetlen, ez csak a héber eredetinek a figyelembevételével leválik érthetővé, amikor kiderül, hogy ja, hát ennek van jelentősége. Az új szövetségből csak egy példát hoznék, az Onésimos, ugye a Pál apostol írja a levelében, mint hasznos, ugye ezt jelenti, és ugye nem volt Filemonnak hasznos, a szolga most nekem hasznossá, és végig ezzel, hogy eddig haszontalan volt neked, most már hasznossá válik, ugye ezeket is nagyon nehéz visszahozni, hát ezeket ilyen lábjegyzetekbe lehet megjeleníteni a Bibliában. Aztán a következő kihívás az, hogy, és itt is ez a kultúra, az eltérő kultúrákhoz kapcsolódik ez is, nyelv, mint a kultúra közvetítője. Ugye rengeteg ilyen Behemót, Leviátán és többiek vannak, ugye Ráháb, meg Tannin, meg ezek a nevek. Ezek mind mitológiai alakok is, amik már a kád mitológiában benne vannak. Például Jób könyve mellett az, hogy ez milyen régi sztori, ezt is aláhúzza, mert ugye ez kád Ábrahám
származási helye, úrvárosa, és annak a monda világának a lényei jelennek meg Jób könyvébe. Tehát látszik, hogy ez nagyon-nagyon messzire vezet vissza. Tehát ez még az Izrael népének a kiválasztása előtt, vagy Ábrahám kiválasztása előtti sztori. Ugyanakkor nagyon sokszor ez ugye rakódik rengeteg réteg egy ilyen mitológiai szörnyekre és lényekre és élőnyekre. Egyrészt el akar mondani sok minden mást ezzel. Nagyon sokszor a Biblia felhasználja, amikor ezeket az élőlényeket hozza más helyen, mondjuk Ráháb vagy Leviátán, az többször szerepel más bibliai könyvekbe, hogy azt mutassa meg, hogy Isten Úr a szárazföld szörnyei fölött, a tenger szörnyei fölött, azoknak is parancsol, nincsen olyan, ami fölötte lenne. Ugyanakkor pedig használja költői képként, például Ráháb sokszor Egyiptomot jelenti, és arra utal, de ezeket is nagyon nehéz sokszor visszaadni és elmondani. Hát aztán tovább menve a következő nagy kihívás a nyelv, mint kultúra mellett az, hogy a szövegromlás, nincs eredeti kézirat a kezünkben, és hát a pontozás és a másolás. Hát a pontozásból fakadó eltérések, ugyan a maszoréták arra törekedtek, hogy pontosan áthagyományozzák a szöveget, de amikor pontozással látták el a mással hangzókat, akkor már gyakran értelmeztek. Tehát, hogy ez nem csak az volt, hogy lemásolták, hanem értelmezték is, hogy ez mit jelent. Ugye a héber nyelvben ezek a kis, most egy magánhangzó A vagy A, az ugye sokszor jelentésbeli különbséget is hozhat. És gyakran értelmeztek, helyesbítettek is, és sokszor éppen a kereszténység ellenében is, ezt is jó, hogy tudjuk a mazoréta pontozásról, részben tudatosan eltávolodtak a Septuaginta szövegétől, mert azt használták a keresztjének, és a mazoréta szöveg végül egységesedett, és ez is egy érdekes dolog, hogy a mazoréta szövegeknél, amik más pontozásokat tartottak, azokat megsemmisítették, ami egy új dolog, majd erről még szeretnék beszélni, új dolog volt egyébként a Biblia másolásban. Eltemették ezeket, hogy eltűnjenek ezek a szövegek. De ugyanakkor meg lehet különbözni több műhelyt. Tehát nem volt a maszoréta műhely sem egy egységes teljesen. Hát aztán látunk elírásnak tűnő hibákat. Egy példát hoznék ide. 2 Krónikák 36:9 és 2 Királyok 24:8. Nem tudjuk, hány éves volt Jojákim király, amikor rövid uralkodását valamivel több mint 3 hónapját elkezdte. Ugye 2 Krónikák azt mondja, hogy 8 éves volt, 2 Királyok azt mondja, hogy 18 éves volt. Nyilvánvaló, hogy legalább az egyik helyen ez rossz ez a szám. Tehát a kettő együtt nem lehet igaz. Lehet, hogy mind a kettő, de ugye egyiket se tudjuk. A Septuagintában egyébként egységesítették 18-ra, tehát hogy mégse legyen olyan nagy probléma. És ezt követi több fordítás is, az új fordításunkban is így van ez, de érthető, hiszen ezek a fordítások nem akarják összezavarni az olvasót. Az újonnan revideált Károli, amin ugye mi dolgozunk, az nem oldja föl ezt. Ott lehet olvasni, 8-18, kész, ez van. Amikor így döntöttünk, akkor azért döntöttük így, hogy egyrészt azért, mert nem tudjuk, melyik a helyes. Tehát, hogy most a 8-at kellene helyesnek venni, az is belefér, mert Jojákim királyt utána úgy elvitték a babiloniak, mint hip-hop, szóval, és Citkijá lett helyette, és az anyjával még az is ott van a szövegbe, tehát lehet, hogy ő még nem is volt annyira nagyon a hatalmának a tejébe. Ez is lehet, de az is lehet, hogy 18 éves volt. Tehát nem tudjuk, melyik a helyes. Másrészt pedig nem baj, hogyha az olvasó is látja, tudja, itt megakad egy pillanat. Most ez hogy is volt? Még akkor is, hogyha ezért aztán leveleket kap a szerkesztő, hogy micsoda silány munkát végzett. Ilyen hibák maradtak a Bibliába, és aztán ezt meg kell változtatni. Aztán vannak másolási hibák, hát az Új Szövetségben nagyon sok ilyet láthatunk. Itt a névmások területén sokszor van olyan, amit például miénk vagy tietek, ez többször is előfordul, hogy örömünk vagy örömötök, Hémon, Hümin, tehát ezek az írások ilyenek több helyen vannak, úgyhogy lehet így is fordítani, úgy is fordítani, van ilyen kézirat is, olyan kézirat is, el kell dönteni, melyiket akarjunk. Vagy például ilyen a gadaraiak is, amit hagyományosan így szoktunk fordítani, de néhány kéziratban ez Gergeszáról van szó,
meg Gerászáról is szó van, ez már három város, abból kettőt tudunk, hogy hol van, de akkor hogy helyezzük el. Tehát lényeg az, hogy itt valamit dönteni kell, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett itt az eredetiben. Aztán vannak kiegészítések is, amit találhatunk a Bibliában. Leginkább a bűnlajstromoknál sok ilyet találunk. Például Galata 5.19, az a régi Károli Bibliában úgy kezdődik, hogy házasságtörés, paráznaság, mint ugye sorolja fel a bűnöket. Az újonnan revidált Károliban már úgy kezdődik, hogy paráznaság, ezért kaptunk is levelet, hogy valószínű már ez is mutatja, hogy mennyire liberalizálódunk, hogy már a házasságtörés számunkra nem is bűn. És ezért vettük ki biztos a szövegből, írta az olvasó. De aztán válaszoltam neki, hogy nem azért, mert ha ez lenne, akkor igazából már nincs akkora nagy probléma a házasságtöréssel, mert az emberek ma már nem házasodnak, hogy ne kelljen megtörniük a házasságot a biztonság kedvéért. Viszont benne van a paráznaság, ami ugye az egyik a moixeia, viszont a paráznaság az pedig a porneia, tehát a pornó. Tehát a Biblia beszél a eredeti görög, hát az sokkal nagyobb probléma, és az benne van, de hát ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez azért került ki, mert a legtöbb kéziratban, tehát a legnagyobb súlyú kéziratokban nem található a házasságtörés szó. Vannak olyan kéziratok, amiben található. Ugyanakkor meg nem az a lényeg mondjuk ennél a felsorolásnál, hogy most Pál apostol mindegyiket, amit nem sorolt föl, tehát így keresnénk a kiskapukat, a jogi kiskapukat, amit nem sorolt föl, azt csinálhatjuk. Tehát a szerencsejáték sem volt benne például, akkor azzal azt nyugodtan csinálhatjuk, vagy bármi ilyesmit, vagy ilyen piramis játék az sem volt benne, vagy sok minden más, tehát akkor ezeket nyugodtan lehet csinálni. Nem. Ott hozzá lehet tenni, beleértendő. Tehát ilyen szempontból figyel erre. Aztán vannak nehezen érthető helyek, amik például egy példát hoznék föl. Itt is van egy képem, de megmutatom nektek. Nem ezt akartam, hanem ezt. Ézsaiás 48. fejezetében járunk. Nem tudom, ez mennyire látszik, de talán valamennyire. Valamennyire a 10. vers, íme megtisztítottalak, de nem úgy, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Hát, hogyha megnézzünk például az újfordítást, vagy a revidált újfordításban úgy van, hogy megolvasztottalak, mint ezüstöt, az újfordításban úgy van, hogy megtisztítottalak, mint ezüstöt. Na most akkor bocsánat, mint ezüstöt, vagy nem mint ezüstöt? Hát a helyzet az, a kulcsa ennek az, hogy itt egy ilyen böprefixum van, és utána a keszef, ugye az sok mindent jelent, tehát mondhatnánk azt, hogy ezüstben, ezüstnél, ezüstre, mint ezüstöt. Ugye van olyan fordítás egyébként, hogy megtisztottatalak ezüstben, angolul van, amit, hogyha szó szerint így lefordítunk, akkor így. De van egy vló is előtte. Lényeg az, hogy ha mindent a helyre rakok, nem tudom összerakni rendesen a szöveget, hogy mit is jelent ez. És ezek amiatt is vannak, hogy nagyon sokszor, ami szintén nem jön ki már a fordításból, ezek versek. Tehát a proféciákban nagyon sok ilyet találunk, hogy versek, költői képekkel, ritmus van, ütem van, aminek ki kell jönnie, a meghatározott vagy a Zsoltárok könyvében is sok ilyet találunk, ahol sokszor, mint a költő, elhagyja ezt, azt, amazt, és akkor mégis érthető lesz a szöveg. Nyilván itt már értelmeznem kell ezt, hogy most akkor ez hogyan is van. Hát mi úgy oldottuk meg most az új kiadásunk, ami most fog majd megjelenni, most van éppen nyomdába, hogy ilyen kis csillagokat raktunk, ott a 10. vers talán látható, hogy ilyen kis csillagok vannak, minden olyan vers végén, ami nehezen fordítható, nehezen értelmezhető hely. Ezeknél várható, hogy a különböző fordítások más és más megoldásokat, akár egészen nagy eltérések is lehetnek a fordítások között, mert ott valamit kell csinálni ezzel a kihívással, hogy mit is csinálhatunk a nehezen érthető helyekről. Amiről még itt szeretnék beszélni, hogy hogyan erősítik a Biblia hitelét a szövegvariánsok. Most nem akarok arról beszélni, hogy milyen közel vannak, és ezt például az új szövetségi kéziratok a keletkezés korához, stb. Hanem arról akarok beszélni, hogy az, hogy ilyen sokféle szövegvariáns van, az azt is mutatja, hogy a Biblia az nem úgy keletkezett, mint a Korán. A Koránnál nincsen sok szövegvariáns, mert bezúztak mindent, ami korábbi kézirat volt, és esetleg mást mondott. A maszoréták, már mondtam, hogy tettek ilyet,
De az, hogy az Új Szövetségnél ennyiféle verziónk van, az mutatja, hogy nem az történt, hogy a kanonikus korán elkészülte után, csak hogy ne legyen zavar az értelmezésbe, bezúzták a kéziratokat. A szövegváltozat azt mutatja először is, hogy nem hatalmi érdek, vagy félelem játszott közre a szöveg születésénél, hanem őszinte bizonyságtétel volt. És ez egyébként az Ószövetség különböző variánsaira is, vagy akár a Septuaginta létezésére is lényeges. Az, hogy nincs, ugyanakkor az, hogy nincs eredeti kézirat, megóv bennünket attól is, hogy az író hibáit olvassuk. Nem tudom, ezen gondolkodtunk-e. Tehát nem tudjuk, nincs a kezünkben, és nem tudunk arra hivatkozni, de ez biztos ez, mert ez volt. Véletlenül írt egy szentíró, egy hibás veszőt kirakott, és arra egy egész tévtanítást lehetne építeni. Istennek ez volt a terve, hogy nem így van a kezünkben. Másik pedig az, hogy másolták és nem nyomtatták, lehetővé teszi, hogy a szövegkritika javítsa a szöveget. Nincs lesokszorosítva minden hiba, mint a nyomtatott könyveknél. Mi gyakran úgy hisszük, hogy mi mindent tudunk, és nincsenek a könyveinkbe hibák. Hát erről tudnék mesélni a Károli Biblia kiadása során, hogy milyen problémák vannak. Tehát az ember mindig azt hiszi, hogy tökéleteset csinál, és aztán akkor megjön a nyomdából, kinyitom. Az első oldalon, ahova fogok nézni, biztos találok egy hibát. Tehát ez nagyon sokszor megismétlődött már, és az ember mindig emlékeztet Isten ezzel arra, hogy azért hol is vagyunk, és kik is vagyunk. De a valóság az, hogy nem tudjuk kiválogatni a lényeges információt a lényegtelen tengeréből, és 10 000 évvel klónozzuk manapság a hibákat. Nem véletlen, hogy Isten ritkán klónoz az ő világába. A teremtett világába is ezt látjuk. Van klónozás a biológiába, de ritkán. Na most, amiről csak egészen röviden szeretnék beszélni, ókori fordítások és szövegváltozatok. Ugye a Septuaginta az első ilyen, amiről kell beszélnünk. Ezt nagyon lényeges, hogy nem keresztjének készítették. Az ókori kereszténység viszont ezt használja. És a zsidóság korában nagyon nagy a tekintélye a kereszténység előtt, Jézus korában, és aztán pont a kereszténység ássa alá a tekintélyét a Septuagintának, mert a Septuagintából magyarázzák azt, hogy nézzétek, ott volt az Ószövetségben, ez volt, ez volt, ez volt. Ezért aztán ugye ez a legrégebbi, ugye Krisztus előtt 300 és 150 között keletkezett, és ezt használják. Hát aztán van a szamaritánus tóra, ami joggal lehetnek vele fenntartásaink, de azért érdemes figyelni a különbségekre. Aztán van a vulgáta, hát ez már a kereszténységbe születik, kicsit meg is kötözi a kereszténységet, mert azt mondja, hogy ez a hiteles és hivatalos fordítás, és ott is egységesíti a latin fordításokat, Jeromos, és ez van. Na hát, nagyon röviden csak végigszaladnék egy-két gyakorlati hiba lehetőségről a Biblia értelmezésében, rossz fordítói döntések. Most mind olyant fogok mondani, amit mi elkövettünk, tehát hogy ne másról beszéljek, és amit mondjuk az újonnan revidált Károli Biblia készítése közben voltak ilyen hibáink. Egyébként körülbelül a 2011-es kiadás óta egy olyan 60 hiba javítás történt, ebből veszőhibák és minden ilyesmi bele értelmezve. Most, ami meg fog jelenni, az a 2018-as szövegváltozat, az a legújabb, és abba javítottunk a legtöbben. Hát például az egyik a Behemótot az első kiadásban még vízilónak fordítottuk. Azért ennek volt értelme, tehát ezen egy vita volt, hogy legyen, ugye ez egyrészt Jób könyvében szerepel, leginkább ez a kifejezés. A másik dolog pedig az, hogy ennek van egyiptomi gyökere, és sotyák, viszont nem illik rá a leírásra. Ezt egyébként megpróbálta így az új fordítás is, tehát ott is víziló van, mert hogy vigyük közel a szöveget, aztán végül mi visszaváltoztattuk Behemótra, mert hogy akkor a Ráhábot is, meg a Leviátánt is sok helyen meghagytuk a Bibliába, és akkor így volt. Szerintem ez rossz döntés volt Jób 40:10-nél, nem illik rá a leírás, ezt visszaváltoztattuk. Aztán vannak nyomdahibák, egy nagyon vicces nyomdahiba volt, Máté 10:4-be az újonnan revidált Károli Bibliába. Simon a kananita helyett Simon a kánaáni volt. Ugye ez mást jelent a kettő dolog. A kánani az, hogy Kánaánból származott, mint a kánani asszony. A kananita az viszont egy arám kifejezés, ami buzgó, azaz, azt jelenti ez a kifejezés, az a zélóta volt, tehát vannak olyan felé, Simon a zélóta. Na most ez egy ilyen nyomdahiba volt, ugye a korrektor az kijavította, mert ő a kananitát nem gondolta, hogy ott úgy kell gépelni, és akkor átjavítódott. Hát vannak ilyenek, amik belekerülnek a Bibliába. Aztán szerkesztési hibák, például
Van Ézsaiás 46.1-ben, ledől Bél elesett Nébó az állatokra, és barmókra kerülnek szobraik. Ugye az állat az régen élő lény, a barom pedig házi állat, leginkább igavonó házi állat volt a régi nyelvbe. És hát amikor a barmot már, hát ugye a barom az ma már meg kicsit más jelent, ezért akkor javítsuk állatokra a barmokat, mert barmok, 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 tele volt barommal a Biblia. És ezt állatra cseréltük. Hát itt is vicces volt, mert ez némi automatizmust hozott, és ez egy szerkesztés hiba maradt. Én amikor végignéztem, hogy ez így rendben van, akkor ezt nem szúrtam ki. Úgyhogy az első kérdésem úgy, hogy állatokra és állatokra teszik a dolgokat. Tehát itt viszont muszáj a barmokat használni, mert ugye egy másik hasonló jelentési szót használt az eredeti szöveg is, úgyhogy vannak. Hát aztán vannak olvasói félreértések, amiket a szavainkat, mi is rosszul értjük a szavakat, tehát mi se tudunk rendesen a saját nyelvünkön. Aztán vannak orvosi prekoncepciók, még egy lesz, amit szeretnék mondani. Hát például ilyen Júdás Iskáriótes, ugye, hogy Iskáriótest azt hogyan értelmezzük, vagy Héber, és akkor ezt nagyon sok helyen ezt olvassuk. Most Kúsvétkor is több világi lap is erről írt, hogy Júdás Iskáriótes ugye mindig rákerül a fénysugár, és akkor beszélnek itt róla. Ember keriótból, vagy kerióti ember, hogyha héberül értelmezem. Aztán van latin értelmezési kísérlet is, hogy ez a sikariusból iskáriótes, azaz késelő, tehát Júdás is egy zélóta lett volna. Ez például a Vermes Géza melegen ajánlja. Nem véletlen, talán zsidó háttérből ez így fontos. És aztán arámul is lehet értelmezni ezt a kifejezést. Egy ember, aki hazug volt. Egy ember, aki áruló volt, ezt jelenti az arám kifejezés. Hát az érzésem szerint az utolsó a helyes, annál is inkább, mert pont előtte Simon a kananita, egy arám kifejezés van, akkor biztos, hogy Iskáriótesnél is egy arám kifejezést használtak, annál inkább, mert az Új Szövetség általában arámi szavakat használ, mert Jézus korában az volt a beszélt nyelv. Aztán változó nyelv, hát itt az asszony állat, kifejezés, ez már durva számunkra, de az állat, mint mondtam, élőlény volt, a barom ugye lehet egy ilyen, de például a terhesség vagy a fogant méhében megoldás az is egy érdekes dolog. Az élő és ható ige munkája éppen olyan valószínűtlen, mint az ember élet fogantatása. Isten törékeny, és ez egy nagyon érdekes tapasztalatom, amikor a Bibliával foglalkozunk, hogy törékeny, tökéletlen és esendő cserépedényekre bízta a kinyomtatott szentírás szavának, kinyilatkoztatott szentírás szavának, vagy kinyilatkoztatott szavának az elmondását, majd lejegyzését, majd annak a másolását, majd a fordítását, majd a nyomtatását, majd az elolvasását, majd a hirdetését, majd a meghallását. Azt gondolom, hogy ez éppen olyan valószínűtlen, mint az, hogy egy gyermek megfogaljon. Tehát aki ült már biológia órán, hogy ez hogyan is működik ez a folyamat, akkor azt mondja, hogy ez nem fog működni a valóságban. Micsoda kegyelem, hogy esendésünk ellenére az igazság lelke elvezet bennünket minden igazságra. Számomra, amikor a Biblia exegézis és a Biblia fordításról van szó, akkor mindig ez a csoda, hogy Isten igéje mégis tud hatni, annak ellenére, hogy sok esendőség van bennünk, és ugyanakkor pedig Istennek egy csodálatos munkája ez bennünk. Köszönöm a figyelmet!